Ahogy ezen a Facebookra feltöltött videón is látszik, tiszapüspöki üdülővezetében már csak terepjáróval lehet közlekedni. Pedig itt még nem is tetőzött a Tisza. Tisza Derzsnél viszont már igen. A szolnoki mentetlenen a kenu az első számú közlekedési eszköz. Ezt a területet mindig elönti a Tisza, valahányszor eléri a 730 cm-t, mint most is. Pedig a mostani árhullám még nem a tavaszi vagy zöld ár. A február rendkívül csapadékos volt a Tisza vízgyűjtő területén, ez okozza a mostani magas vízszintet. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság első fokú készültséget tart fenn jelenleg a szolnoki szakaszon. Komolyabb védekezésre hál' Istennek nincs szükség. Még a töltések nem kaptak olyan tartós terhelést, hogy árvízi jelenségek jelenjenek meg. A legfőbb védekezést itt mellettünk látjuk, azt a vízirendőrség bevédte itt ezt az épületet. Amúgy az árvízinél töltések mentén jelentősebb védekezésre nincs szükség. A vízügyi szakemberek szerdára várják a tetőzést, hozzávetőleg 760-765 cm-en. Ekkorra már nagy valószínűséggel el kell rendelni a másodfokú árvízvédelmi készültséget is.